Hello, dear Üdvözlöm a colleagues. kedves kollégákat! Köszönöm szépen a DentalVet szervezőinek, hogy meghívtak. Természetesen jobb lenne személyesen is jelen lenni, de ilyen időkben, ilyen nehéz időkben hálásak lehetünk egyáltalán azért, hogy online tudunk ilyen képzéseket tartani. Nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek ma önökkel. Ma az implantátumok körüli esztétikáról fogok beszélni. Hadd mutatkozzak be mindenek előtt. Dr. Kozmin Dima vagyok. 2001-ben végeztem a Bukaresti Orvosi Egyetemen. 2004-ben lettem implebenyünket. Rögzítjük a lebenyt, a nyeles lebenyt a meziális implantátumnál, és ezt követően egy tovafutó öltéssel rögzítünk mindent. Tovafutót ritkán használok, de itt jó választásnak tűnt. Itt látható 10 nappal később ugyanaz a terület. És itt látható, milyen szépen áthelyeződött a mukogingivális junkció apikálisabban. Itt látható, hogy még mindig nem tökéletes, de egy év elteltével, ahogy értek még a szövetek, nagyon szép természetes lefutása van a perimplantális látszöveteknek is. 2 éves kontrollfelvétel, tehát ismét nyertünk keratinizált vastag, el nem mozduló látszöveteket, és mint tudjuk, ez az arany standard az implantátumok körül. Míg a kígyó technika előnyei, egy seb lesz a páciens szájában, nagyon stabil a graft, mert nyeles a lebeny, és ezért jó a vérellátása. Illetve nagyon fontos, hogy a disztálisan, ahol a nyele van a lebenynek, ott már a nyél maga stabilizálja a lebeny, tehát hogy csak meziálisan kell öltésekkel stabilizálni az átültetett szövetet. Sokkal jobb a vérellátása, sokkal gyorsabban gyógyul a donor terület is. Sem csak a bukális, hanem a palatinális gödröt is sikerült feltöltenünk. Ne csak a bukális csonthiányokkal foglalkozzunk, a palatinális gödröket is fel kell töltenünk. Palatinálisan szépen néz ki. A papillák szépen megtartottak, de nem vagyok teljesen elégedett a látszöveti kontúrral. Bár tudjuk, hogy csontaugmentációval nem tudunk többet javítani, úgyhogy eljött az ideje a látszöveti augmentációnak. Úgy döntöttem, hogy szabad gingiva graft